Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Az autóipar és Galamb József szellemisége előtt tiszteleg a Makói Veteránjármű Kiállító Központ. Televízión filmet készített arról, hogy hogyan vált teljessé a fürdő katedrálisa. A jövőbeli tervek között szerepel egy 50 méteres versenyeztetésre is alkalmas medence. Az autóipar és Galamb József szellemisége előtt tisztelegve nyílt meg a veteránjármű kiállítás Makón. Ünnepélyes keretek között adták át pénteken délután a Ford lerakat felújított épületét. Beszédet mondott Lázár János építési és közlekedési miniszter, Knezsik István az autós nagy koalíció elnöke, valamint Szilágyi László az MVKS elnöke. Az eseményre ellátogatott Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lőrinc Péter a Galamb család leszármazottja. A marosparti veteránjárműveket kedvelők sportegyesületének egyik nagy álmát karolta föl Knezsik István. Az autós nagy koalíció elnökének kezdeményezését segítette Palkovics László miniszter és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy Makón egy hiánypótló múzeum jöhessen létre. Nem tudok még egy olyan történetet a világban, ahol ilyen távolságra ekkora sikerben magyar részt vett volna. Ez egy olyan hely, egy olyan bölcső, ami nincs még egy a világon, de más nemzetnek sincsen, hogy ilyen távolságból ennyire megváltoztatták volna a világ mobilitását. Autókiállításon a Laciék megkerestek Lőrinc Péter édesanyjával, aki a Galamb család leszármazottja, élő 93 éves leszármazottja, hogy az életét arra tette föl, hogy ez az ingatlan méltó módon emlékezzen meg Galamb Józsefről, a Galamb családról és ennek a mobilizációnak a lépcsőjéről. Ezt a törekvést tovább támogatta Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki az eseményre ellátogatott és beszédében méltatta Galamb József kiemelkedő pályafutását. A miniszter meggyőződése szerint az autózás a világ fejlődésének és mobilitásának a jelképe. Előtt is szeretnénk fejet hajtani ma, azért jöttünk össze. Én nagyon fantasztikusnak tartom azt, hogy Makóról nagyon sok intelligens, sikeres, ambiciózus fiatal származott el, és nagy karriert futott be a nyugati világban, vagy az Amerikai Egyesült Államokban. Például Galamb József, aki egy véletlennek köszönhetően került ki Amerikai Egyesült Államokba 90-es évek elején egy autókiállításra, és maradt ott Detroitban, ismerkedett meg Henry Forddal, közösen kitalálva a T-modellt. Állítólag Henry Ford adott megbízást személyesen Galambnak, Joe Galambnak, a T-modell megrajzolására, megtervezésére, és ő volt az, aki először a futószalagot, tehát a gyártás technológiának a legújabb változatát beavatta, illetve kialakította magában a gyárban. Nem ő találta ki, de ő alkalmazta először főmérnökén. Továbbá a miniszter kitért az autóipar jelenére és jövőjére is. A marosparti veteránjárműveket kedvelők sportegyesülete vásárolta meg az épületet, és azóta folyamatosan végeztek átalakításokat, újításokat. Az átadó ünnepségen Szilágyi László összegezte, hogy mi mindent tudtak megvalósítani. Törekedtek arra, hogy a több mint 100 éves műhely tükrözze az akkori állapotot. Egy transzmissziós hajtást, illetve egy pár darab Forte modellt tudtunk ide behozni, ez barátainknak köszönhetően, illetve a saját járművünk van kiállítva, és egy Fordzon traktor, mert ezzel kezdődött meg igazából a kereskedés. Tovább haladva a térbe magyar, illetve német motorok vannak így külön kiállítva, ez az egyesület tulajdonában lévő járművek, illetve azokat a motorokat láthatjátok, ami nekem a gyerekkorom vagy fiatalkoromban használtunk, és már azok veteránok. És ami az épületben történt, itt egy fejlesztés, itt ez a hátunk mögött lévő csarnoknak az épületének a fölállítása, ahol szeretnénk még több járművet kiállítani. Tervek között szerepel, hogy további mezőgazdasági gépeket szeretnének kiállítani. A retrótérben ismerteti Galamb József munkásságát, majd kialakítottak egy interaktív szerelőműhelyt is. A jeles eseményen Lőrinc Péter a Galamb család egyik leszármazottja vett részt, aki meghatódva nézett körbe az épületben. Megosztotta érzéseit, gondolatait televíziónkkal. Le vagyok nyűgözve. Ez valami csoda, amit ma átértünk, és
egy nagy szomorú fájdalom van, hogy ezt édesanyám nem láthatta. Hát 93 éves, ugye, és hát nehéz mozgatni. De rengeteg fotót, rengeteg videót, és rengeteg élmény beszámolással fogok hazamenni. Úgyhogy nagyon várja már ezt a pillanatot, hogy kézzelfogható lássa a telefonján vagy a tévéjén ezt a valami csodát. Szóval nem tudok mit mondani erre. Világ életében, amióta én az eszemet tudom, mindig el kellett jönni ide, még az átkosba is, és körbe kellett nézni, hogy ez volt a családnak a tulajdona, és hát ezzel valamit kell kezdeni. Fekete János is megtekintette a kiállítást, és elárulta, hogy hozott magával egy 84 éves fotót, amelyen egy ismerős mezőgazdasági gép tűnik fel, mint a kiállító térben is. 1940-ben ilyen traktorral dolgoztunk, Ford, 4 hengeres, már gyújtás benzinnel működött, és kérem szépen, arattunk vele, az aratógép az ment, olyan a buza volt, hogy ráborult a buza, és nem látszott a gép. Sokan mondták, hogy mi húzza azt az aratógépet. Aztán volt olyan, hogy csépöltünk vele, buzát, árpát, és szójabban cséplés történt később, aztán hát 10 éves voltam akkor még. Úgyhogy édesapámnak aztán ezt egy darabig dolgozott vele, aztán el lett adva, gyűjtek a hoferok. Hát nagyon jó kis gép volt. A jelenlévők az ünnepséget követően részesei lehettek az ünnepélyes szalagátvágásnak, majd közösen körbejárhatták az épületben kialakított termeket. A hosszabb összefoglalónkat a Csütörtöki Társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. Stábunk kamerái már 13 évvel ezelőtt is nyomon követték a hagymatikum építését, amely akkor még a mester irányítása alatt zajlott. A 2012-es átadást követően 9 évvel később kezdődhetett meg az a munka, amelynek végére teljessé és egészé válhatott a mester álma. Televíziónk mindent megörökített, és egy 25 perces kisfilmet készített a legfontosabb és leglátványosabb pillanatokról a történet főszereplőinek közreműködésével. Kisfilmünkből kiderül, hogy Makovec Imre miért szerette annyira Makót és az itt élő embereket, valamint hogy a föld mélyében található és onnan feltörő kincs a termálvíz hogyan jelenik meg építészetében. Ide házat tervezni, legalábbis az én számomra, egy külön öröm és megtiszteltetés, mert ezt az életet kiegészíteni és nem elrontani, tehát nem valamilyen kockát ide, mindjárt kimondom, nyomni, amelyik üres és tartalmatlan és irracionális műszaki szempontból, hanem egy olyan házat építeni, amelyik eleven, amelyik olyan, mintha a föld alól fölbugyogna a triászkori tenger. Ez egy jó dolog. Már az akkori kivitelezők számára is óriási kihívás volt egy ilyen méreteiben és technikájában sem egyszerű létesítmény elkészítése. Kameráink segítségével azonban a néző bepillantást nyerhet a kulisszák mögé. A mester tanítványától, Csernyus Lőrinctől megtudhatjuk, hogy miután Makovec Imre meghalt, milyen tűpontossággal követték annak elképzeléseit. Kiderül az is, hogy nem csak egy organikus építmény, hanem a termál és a marosi iszapnak köszönhetően egy a gyógyulásra alkalmas szentély születhetett meg. Filmünk azt is bemutatja, hogy hogyan indulhatott el a bővítés, melynek befejezéséhez napra pontosan 3 évet kellett várni. 900 munkanapot töltöttünk a kivitelezéssel, ez alatt az idő alatt nagyságrendileg 100 ezer mérnökórát és megközelítőleg 1 millió munkaórát töltöttünk ennek a háznak a kivitelezésével. Az átlagos létszámunk az 100-150 fő között mozgott, azokban a feszített időszakokban, amikor megnyíltak a belső munkaterületek, akkor nem ritkán 250-300 ember is dolgozott egy időben az építkezés. Lehetőségünk volt nyomon követni az építész géniusz tervei alapján kirajzolódó Atlantis világot, amikor is műhelyében meglátogattuk a szobrászművészt, aki az álomból valóságot teremtett. Sokáig úgy volt, hogy nem lesz belőle semmi. Akkor azt mondták, egy év van rá, és utána még egy év. Tulajdonképpen az effektív munka az 2 év. Nagyon érdekes. Hát én azt mondtam, hogy meghökkentő. Tehát tényleg olyan, hogy az ember oda megy, mint régen a nagy katedrálisokban az üvegablak. Hát az egyszerű ember ilyet nem látott. Bement, és ott teljesen elvarázsolta, hát holott én csináltam a szobrokat, engem is elvarázsolnak ezek a fények.
Mindemellett Gerencsér Judit vezetőtervező is megosztja gondolatait, ahogyan kíváncsiak voltunk a mester fia Benjamin benyomásaira és emlékeire is. A Fürdők katedrálisa című 25 perces alkotásunkat Hét Híre című magazinunk után láthatják. Farkas Éva Erzsébet polgármester megosztotta televíziónkkal. Kormányhatározat van arra vonatkozóan, hogy továbbra is szándék van Makó városában egy 50 méteres medence megépülésére. Erre vonatkozóan már koncepciótervet is készítetett a város a Makón a tervezőirodával. A cél az lenne, hogy a komplexum sportszerű úszásra és versenyek lebonyolítására is alkalmas legyen. A régi fürdő területén volt egy 50 méteres medence, amely azonban elbontásra került az új komplexum megépítése miatt. Emelte ki Farkas Éva Erzsébet polgármester, aki kitért arra, hogy sok makói kérdezte meg tőle, hogy lesz a jövőben a városban nagyobb méretű úszásra alkalmas medence. A nagy sikernek örvendő Hagymatikum gyógyfürdő új részlegének bejárásait azzal kezdte minden alkalommal a városvezető, hogy megosztotta az ott megjelent érdeklődőkkel a városvezetés terveit. Makóiak számára ez egy nagyon fontos közösségi helyszín volt, ahol versenyek, iskolák, sport megmérettetései, illetve találkozási lehetőségei valósultak meg, és hogy ez valahol fájdalomként jelen van a makóiaknál, hogy ez jelenleg nincs, és hogy elbontásra került. És fontos hangsúlyozni, hogy kormányhatározat van arra vonatkozóan, hogy a szándék továbbra is megvan abban, hogy itt Makó városában épüljön egy 50 méteres versenyeztetésre is alkalmas úszómedence, úszoda komplexum. Erre vonatkozóan koncepcióterveket már készítettünk, felkérte a város a Makón a tervező irodát, koncepciótervek már rendelkezésre állnak, érvényes kormányhatározat van erről, nyilván a forrás hozzá csoportosítása az még fontos. Hozzátette a városvezető. Bízik abban, hogy a jövőben a távlati turisztikai fejlesztésekben majd erre is sor kerülhet. Nyílt napra várta a legkisebbeket a Bárka Református óvoda múlt hétvégén. Az óvónők játékos feladatokkal készültek a gyerekeknek, és a szülők pedig arról is többet megtudhattak, hogy mennyire fontos a hitre való nevelés az intézményben. A bárkalandozás bekukkantó rendezvényüket tartotta a református óvoda, melynek már nagy hagyománya van. Minden csoportszobában külön feladatokkal készültek az óvónők a gyerekeknek, akik mindent kipróbálhattak. Örömmel vették kezükbe a kicsik a játékokat, és ügyesen oldották meg a feladatokat. A nap fontosságáról Bartáni Szabó Mónika számolt be. Egy óvoda a hétköznapjaiba a kívülállók nem tekinthetnek be. Nyilván a idejáró gyermekeknek a szülei kapnak betekintést, és persze a gyerkőcök maguk. Akik viszont szeretnének bennünket megismerni, azoknak most ezen a napon van arra lehetőségük, hogy eljönnek hozzánk, és szétnézhetnek, megnézhetik, hogy hogyan nézünk ki, megnézhetik a csoportszobáinkat, bekukkanthatnak, megismerkedhetnek az óvónénikkel, a dolgozókkal, a dajkanénikkel. Egy kicsit bárkásnak érezhetik magukat. Az óvoda fenntartója a Makó Belvárosi Református Egyházközség, ezért igyekeznek a gyermekeket a hitre nevelni. Bibliai történeteket mesélnek nekik, és gyakran látogatják az épület közelében található templomot is a csoportok. Minden napot úgy indítanak, hogy tartanak egy nagyon bensőséges kis áhítatot az óvónénikkel, ahol elismételik mindig az imádságokat, énekelnek református énekeket, gyerekénekeket, és rendszerint átvesznek egy, vagy átismételnek egy bibliai történetet. Minden csoportban van heti egyszer hittanóra, a hitoktatónk tartja egy 30 perces kis hittanóra, ahol mindig új bibliai történeteket vesznek gyerekbarát módon. A bekukkantóra érkeztek olyan szülők, akiknek nagyobbik gyermekük szintén bárkás volt, vagy jelenleg is oda jár, de sokan jöttek, akik még választás előtt állnak.
Igazából az én kislányom már bölcsödés, a Szivárvány bölcsibe jár, és ez a társóvodája, ugye? Úgyhogy mindenképp gondoltuk, hogy megnézzük. Szerintem ilyen extrának mondható a baletterem. Mi is gondolkodunk azon, hogy majd nyilván egy-másfél év múlva már őt is beiratjuk. Továbbá pedig a bölcsiben is volt a Bárka Óvinak a vezetője, és nyilván nagyon szimpatikusnak találtuk. A tervek szerint szeptembertől egy körülbelül 25 fős mini csoporttal indítanák el a 2024-2025-ös nevelési évet. Bővebb információkért érdemes felkeresni az óvoda titkárságát. Az Alföldi AEC Galamb József mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola tanulói minden évben egy különleges egésznapos programon mutatják be azt, hogy milyen tudásra tettek szert az intézményben. A Borona Piknik elnevezésű nyílt napon idén is számos látnivalóval és ajándékkal várták az érdeklődőket. Évről évre nagy sikere van a makói mezőgazdasági iskola Borona Piknik rendezvényének, amelynek idén is az intézmény tankertje adott otthont. Ezen nagyon sok mindent ki lehet próbálni és megnézni a pedagógusok és a végzős diákok segítségével. Vetés, aktuális talajművelés. Itt látható a hátam mögött különböző palánták szétültetése. Van jószágsimogatónk, gyerekek, kisgyerekek a szarvasmarhát, bárány, birkát, kacsát, nyulat, sok mindent tudnak megtekinteni, és hátam mögött szeretik a szakmát. Kombájn beüzemelés folyik a gépésztechnikusok részéről. A nyílt nap elsődleges célja, hogy az ide látogató fiatalok, családok jól érezzék magukat, és a tevékenységek közben megszeressék a mezőgazdaságot. Ennek érdekében számos meglepetéssel is készült a kilátogatóknak az intézmény. Ajándékba előkészítettünk árvácskát, levenduladugványt, téli zöldet, kis meténget, kerti májvát, zellert, salátát, és ültethetnek a kicsik, a nagyok, a nagymamák, mindenki kedvére földeskedhet. Tehát itt ilyen örömkertészkedés van most. Makóról és a térségből is sokan vettek részt a hétvégén tartott rendezvényen. Olyanok is vannak, akik évről évre visszajárnak. Ültettünk az unokámmal itt virágot, ő nagyon szeret virágot ültetni, levendulát, salátát, és ezeket, amit elültettünk, elvihetjük haza, és köszönjük szépen. A fiú unokánk oda van traktorozni, és minden évben mi el szoktunk ide gyűlni. Miért tartják fontosnak ezt a programot? Hát nekik a pályaválasztás véget is, hogy lássák az állatgondozást, a növényápolást, a fiúnakám a traktorozást, a gépeket, a mezőgazdaságnak a betakarítását, a kombányt, tehát igazi falusi gyerekek. A Borona Pikniken az iskola igyekszik minden korosztálynak szórakoztató élményeket kínálni, és a tartalmas nap végén egy adag bablevessel is megvendégelték a kilátogatókat. A makói általános iskola és alapfokú művészeti iskola zenepedagógusai adnak koncertet szerdán 17 órától a Korona szálló dísztermében. A színvonalas eseményen az intézmény minden tanszaka képviselteti magát. 1881. március 25-én született Bartók Béla. A magyar zeneszerzőre emlékezve állnak majd színpadra a Májé Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, és most ők adnak számot tudásukról a zenekedvelő közönségnek a Korona szálló dísztermében. A tanári koncertnek az első indítatása az az, hogy a tanév folyamán oly sok instrukciót kapnak a gyerekek a tanáraiktól, és ugye folyamatosan viccesen azt tudom mondani, hogy, tehát, hogy dumálunk, de az, hogy ez igazán hiteles legyen, hogy ezt ne így csináld, ezt a ritmus szebb hangon, formázd meg a zenét, ezt akkor tudjuk igazán hitelessé tenni, hogyha a tanár, mint mestere megmutatja a gyerekeknek, hogy valójában mi is az elképzelés. Senki ne gondolja, hogy a kollégák, jó magam, nem izgulunk egy ilyen koncert előtt,
de azt is szeretnénk ilyenkor megmutatni a gyerekeknek, hogy ezt a fajta izgalmat hogyan kell kezelni. Hozzátette, az egyik kedvenc mottója, ugyan nem tettük le a hangszert, bár a hétköznapokban kevés idő jut a gyakorlásra, az ilyen jellegű koncertek motiválják a tanárokat is. Gábor Nagy Árpádot arról is kérdeztük, hogy mivel készül a koncertre. Én klarinétozni fogok, ebben az esetben egy Verdi átirat lesz, Verdi munkásságának egy ilyen komolyabb átfogó műve lesz ez. Több operát érintünk, nem számoltam meg, de a korai Verditől egészen a legnépszerűbb operák lesznek összeválogatva ebbe a közel negyed órás műbe. A repertoár igen színes lesz, ugyanis minden tanszak vezetője fellép majd, így többek között a vonós, a zongora, a gitár és fafúvós tanárok zenélnek majd. A gyermekek megnézhetik azt, hogy főtártanáraik hogyan működnek és hogyan valósítják meg színpadon mindazokat az instrukciókat, amivel mi hétköznaponként tanítjuk és oktatjuk őket. Úgyhogy egy nagyon, nagyon színes, nagyon szép műsorral várjuk a kedves zenekedvelőket, illetve az érdeklődőket, és annyit szeretnék elmondani, hogy van egy 4 alkalmas bérletsorozatunk, amelyet a saját művész növendékeinknek hirdettünk. Ez gyakorlatilag koncertlátogatási bérletsorozat, és ennek az utolsó állomása következik. Itt a utolsó pecsétet megkaphatják a gyermekek, és minden 3 pecsétet összegyűjtött gyermek ajándékcsomagban részesül. A megszokottaktól ellentétben most tehát a növendékek szurkolhatnak tanáraiknak a közönség sorai között. A most szerdán 17 órai kezdettel megrendezésre kerülő hangversenyre a belépés díjtalan. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Az autóipar és Galamb József szellemisége előtt tiszteleg a makkói veteránjármű kiállító központ. Televízión filmet készített arról, hogy hogyan vált teljessé a fürdő katedrálisa. A jövőbeli tervek között szerepel egy 50 méteres versenyeztetésre is alkalmas medence. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Holnap élőben közvetíti televízión 9 órás kezdettel Makóváros önkormányzatának soron következő rendes testületi ülését. Ez volt a március 26-ai keddesti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!